Jó reggelt kívánok, 8:04 a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnök, jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Madridban is tárgyaltak a migráns helyzetről, és Brüsszelben is volt egy mini csúcs azok között a tagországok között, akik a leginkább érintettek ebben a kérdésben. 17 pontról beszéltek ezen a csúcson, de ha végigolvassa az ember ezt a 17 pontot, akkor inkább az rajzolódik ki, hogy humánusabbá tennék az ideérkezését a migránsoknak, nem pedig megállítanák, vagy lassítanák. De azért ezt nehéz megoldásnak, vagy legalábbis a megoldás felé vezető útnak nevezni. Továbbra is zajlik egy vita az Európai Unióban. Mi magyarok nem pontosan értjük ezt a vitát, hiszen mi egy másik időzónában élünk. Mi már túl vagyunk egy probléma megoldásán, mások pedig a megoldást keresik. Magyarországon 10-ből 9 ember számára kézenfekvő, hogy a határ az jó dolog, a határt meg kell védeni, és a megvédett határ az biztonságot ad. Ellenőrzés alatt kell tartani, hogy mikor is kilép be egy országba. Ha ez nem így van, mint ahogy most Európa számos országában nem így van, mert invázió alatt ellenőrizetlenül napi 10 000 szám dőlnek be senki által nem ismert emberek az unió területére. Szóval közben az Európai Unió, miközben ez a helyzet, még mindig nem tudja, hogy elfogadja-e azt a magyar álláspontot, vagy a józan ész álláspontját, miszerint a határokat meg kell védeni. Most miközben mi már erre a kérdésre választottunk, és ennek a jegyében cselekedtünk, ők még mindig azon vitatkoznak, hogy ez-e a helyes kiindulópont. Ezért van önnek az az érzése, hogy papírokat gyártunk, miközben a valóság rádől Európára. Túl vagyunk rajta, és hogyha elkezdődik a visszatoloncolás, az egyezmények értelmében a nálunk regisztráltakat fogadnunk kell. Először is érdemes azt magunk elé vetíteni, hogy nagy bajban vagyunk. Hát igaz, hogy Magyarország ma a stabilitás szigete, összevetve jó néhány más Európai Uniós tagállammal, gazdasági értelemben is, és a közbiztonság szempontjából, a migránsválság szempontjából is. De azért vannak közös veszélyek Európában. Az első az a terrorveszély megnövekedése. És különböző becslések léteznek arról, hogy milyen mértékben nőtt meg a terrorfenyegetettség Európában. Az én álláspontom az, hogy terroristából egy is sok. A második kérdés az a közbiztonság alakulása, hiszen egyre másra jönnek a hírek Európából, hogy a közrend és a közbiztonság is fölborul, a bevándorlók magas száma a belső konfliktusai miatt. Vagyis fenyeget az a veszély, hogy túl azon, hogy bűncselekmények száma nő majd Európában, beengedjük, sőt behívjuk Közel-Kelet sajátos belső konfliktusait az Európai Unióba. Hiszen a mostani bevándorlók közötti összecsapásoknak is számos olyan oka van, ami nem itt keletkezett, nem szociális természetű, hanem otthonról hozták az ő világuk sajátos belső konfliktusai ezek. De most mindez Európa területén nyilvánul meg. És a harmadik dolog, hogy Európa népei kezdenek fölébredni. Rájönnek arra, vagy rájöttek arra, hogy persze ez egy nehéz szociális kérdés, mármint, hogy mit kezdünk velük, egy nehéz biztonsági kérdés, de elsősorban kulturális kérdés, az identitásunk forog kockán, az életformánk, a szokásaink, a mód, ahogy eddig éltünk. Tudunk-e úgy élni, ahogy eddig? Ez identitás kérdés, kultúra kérdés, és ezt érzik egyre többen veszélyben, ezért erősödik föl a mostani történésekkel szemben az európai népek hangja. Még egyszer mondom, Európa népei kezdenek felébredni. De mi a véleménye a visszatoloncolásról? Azt mondta Lázár János, hogy ide nem jöhetnek vissza. Márpedig az egyezmények értelmében ide fogják visszaküldeni azokat, akiket itt regisztráltunk. Kétfajta kihívással kell szembenéznünk. Az egyik, hogy akiket itt regisztráltunk, vissza toloncolhatják-e ide Magyarországra. Mi álláspontunk az, hogy nem. Mert a szabályok nem azt mondják, hogy ide kell őket visszatoloncolni, hanem azt, hogy oda, ahol először beléptek az Európai Unió területére. Ez Görögország. Egyébként az egész helyzet kulcsa ma Görögország. Sokan Törökországot tartják ilyen kulcsnak.
abban is van némi igazság, de az kívül esik az Európai Unió hatáskörén, mert nem Európai Uniós tagállam. Görögország Európai Uniós tagállam, és ha a görögökben meg lenne a szándék, hogy Görögország déli határait megvédjék, akkor nem tudnának bejutni a bevándorlók a kontinens belsejébe. De a görögök ezt a munkát nem végzik el. Ők azt állítják, hogy elvégzik egyébként, erről éles viták voltak az Unióban, mármint a legutóbbi tanácskozáson. Szerintem ezt a munkát nem végzik el. Egy részét nem is tudják elvégezni, a másik részét talán nem is értik, hogy el kéne végezniük. Nagyon erős aktivista, mármint ilyen emberjogi aktivista attitűd érvényesül, Brüsszelben is egyébként és Görögországban is, amely nem megállítani akarja a bevándorlást, hanem inkább segíteni akarja. Na most nem lehet egyszerre a határt megvédeni a törvénytelen átlépőkkel szemben, meg segíteni is őket, hanem világossá kell tenni, hogy csak azoknak tudunk segíteni, akik betartják a törvényeket. Most Görögországban nem ez a gondolkodásmód érvényesül. Visszatérve az ön kérdésére, miután Görögország az Európai Unió tagja, mi több, a szabad mozgást jelentő Schengen jövezetnek is a déli kapuja, és mindenki ott lépett be, ezért a visszatoloncoláskor is a belépő országnak kell fogadni a visszatoloncoltakat. Ez egyik kérdés, majd ezt megvitatjuk az unió többi tagállamával. Van egy másik, ennél nagyobb veszélyt jelentő kérdés. Ezt közönségesen, mind közönségesen kvóták kérdésnek szokták nevezni, de többről van most már szó, mert korábban arról volt szó, hogy egy bizonyos számú embert, aki Európába illegálisan érkezett, azt egy kvóta szerint szétosztanak a tagállamok között. Ezt mi ellenezzük, mert először is jogtalannak tartjuk, másodszorban észszerűtlennek tartjuk, és harmadrészben pedig unfairnek tartjuk, nem korrekt dolog, meghívni valakit az országunkba, beengedni, utána mások között szétosztani, ezt nem nevezném fair eljárásnak. De most már ez a kvóta gondolat átnőtt egy még nagyobb veszélybe, mert most már azt mondják, hogy ez nem egy rendkívüli eset volna, hanem egy állandó mechanizmussá, egy állandó jogintézményi alakítanák, aminek az a lényege, hogy folyamatosan a beérkezőket bizonyos kulcs szerint automatikusan szétterítik az Európai Unió tagállamai között. Na ezt aztán végképp nem fogadjuk el, ez éles ellentétben áll a magyar emberek véleményével és a magyar emberek érdekével. Itt tehát az év végéig, amennyit talán addig szerényen is előre lehet látni, az év végéig ez a két téma, hogyan védjük meg Magyarországot a kvótától és az állandó szétosztási rendszertől, uralja majd a politikai közéletet. Na jó, de az állandó mechanizmusoknak az egyik feltétele, hogy alapvető kérdésekben tisztán lásson Európa. Például abban, amiről a Spiegel már régen írt, az $1000 kérdést ők is feltették az összes szakértőhöz hasonlóan. Rendben, mi lesz a szétosztással akkor, hogyha azt mondja a migráns, hogy én nem akarok se Prágába menni, se Budapestre menni? Igen, ez egy fontos kérdés, ezért mondom, hogy észszerűtlen is. De nem csak az észszerűtlenség a baj, az ész fontos dolog, de azért vannak fundamentumok, amelyek még annál is fontosabbak. Például az a kérdés, hogy ki és milyen alapon akarja rákényszeríteni egy szuverén országra, hogy olyanokat is beengedjen, akiket nem akar. Az Európai Uniós tagállamisággal nem jár együtt az, hogy Magyarország akarata ellenére valaki más valahol megmondja, hogy már pedig neked, kedves magyar, be kell fogadnod a következő létszámú, általad nem akart, korábban illegálisan Európába érkezett embereket. Ez képtelenség, ez nem csak az ésszel áll szemben, hanem az alapjait kérdőjelezi meg a nemzetekre épülő Európának. Márpedig a mostani válság legfontosabb tanulsága, hogy Brüsszeltől nem várhatunk megoldást. Bár mindenki erről beszél, hogy majd valami közös megoldás Brüsszelben, de ezt nem várhatjuk. A nemzetállamoknak kell megoldani ezt a problémát, úgy, ahogy Magyarország a maga részéről meg is tette és teljesítette a kötelességét. Milyen lépést tervez akkor, amikor ez érvényes kötelező Magyarországra is ez a kvótarendszer? Tehát egy nagy vita lesz, a magyar parlament éppen most vitatja ezt a kérdést. A nemzeti parlamenteknek van szavuk Európában, a kormányoknak is van szavuk, és képviselni fogjuk az álláspontunkat. Nem vagyunk egyedül ezzel a véleményünkkel. Hát nézze meg, nem csak Európa népei ébredeznek, hanem most már a kormányok közül is egyre többen fogalmazzák meg, hogy a határ az nem egy rossz dolog, a határnak nem nyitva kell lennie, a határnak ellenőrzöttnek kell lennie. És hát előkerül egy másik kérdés is, az idő múlásával egyre
nagyobb súllyal kerül elő. Kihatalmazta fel Európa vezetőit, vagy néhány vezetőjét arra, hogy ilyen politikát folytasson. Ez egy demokratikus kontinens. Mikor és ki szavazott arról, hogy ide milliószám be fognak engedni illegálisan a területünkre lévő embereket, és akkor szét fogják osztani az uniós tagállamokat. Hol döntöttünk erről? Se nemzeti parlamenti választáson ilyen döntés nem született, se az európai parlamenti választáson ilyen kérdésről szó sem volt. Tehát ami ma történik, annak hiányzik a demokratikus alapja. Lehet, hogy liberális, ahogyan sokan gondolják Brüsszelbe, de semmiképpen sem demokratikus. Nem lehet az emberek véleményét negligálni, kívül hagyni valamilyen mértékig, legjobb persze minél inkább mélyen, be kell építeni az emberek véleményét a politikai döntéshozatalban. Nincs európai politika a tagállamokhoz tartozó polgárok véleményének tisztelete nélkül. Ma pedig ez zajlik, és ebből egy belső demokratikus politikai feszültség és egy demokrácia válság is kialakulhat Európában, amit el kellene kerülnünk. És akkor van még egy jelenség, amit szóvá kell tenni. Hát végül is mire volt a mi kontinensünk büszke? Persze büszke volt a tudományos felfedezésekre, a magas kultúrára, büszke a jólétére, mert azért bár hanyatlik a világversenyben elfoglalt pozíció szerint a mi gazdaságunk, de azért még mindig a világ legélhetőbb kontinense vagyunk. Tehát van mire büszkék lennünk, de ami a leginkább büszkék voltunk az, hogy itt lehetett szabadon beszélni. Gondolat, vélemény és szólásszabadság volt. Most nézze meg, hova jutottunk. Azt a szót, hogy kerítés nem lehet kimondani. Nem azért, mert az osztálykancellár nem ismeri ezt a szót, vagy a hangképző szervei hirtelen lebénultak volna, hanem egy olyan véleményklíma, egy fősodor, egy olyan nyomás alakul ki Európában, egy olyan véleménynyomás, hogy azzal szemben politikusok nem mernek egy másik koncepció, egy másik gondolatmenet jegyében megszólalni. Határ, kerítés, ellenőrzés, nemzetállam, ezek a kifejezések ma veszélyes kifejezések. Politikai vezetők számára Európában. Hát ide jutottunk. Beszéljünk arról az ellentmondásról, amire már az előbb utalt. Németország hosszú hónapokon keresztül azzal érvelt, hogy a tagországoknak nem saját maguk kell megoldást keresni, hanem majd lesz egy nagy közös európai megoldás, és mindenki lesz szíves betartani a dublini rendeletet. Erre most Párizsban mond egy beszédet szerdán az Európai Bizottságnak az elnöke, és azt mondja, hogy a dublini rendszer nem működik, és ha nem működik, akkor nem lehet alkalmazni. Most akkor milyen szabályok vannak? Valóban fontos tulajdonsága Európának, hogy, és az egész Európai Uniós építménynek, hogy alaposan átgondolt és finoman kidolgozott jogi megoldásokra épül. És amikor az Unió lelép a jogszerűségnek a talajáról, akkor pillanatokat anarchiába tud süllyedni. Most ezen az ösvényen haladunk, vagy ennek a sziklafalnak a mentén zuhanunk. Tehát ma a rendezett, jogszerűen működő Európai Unió állapotában az anarchikus állapotok felé haladunk. Ez azért van, mert nem tartjuk be a szabályokat. Arra hivatkoznak többen is, hogy azokat nem lehet betartani. Ez nem felel meg a valóságnak. Ez nem egy filozófiai kérdés, hanem gyakorlati kérdés. Magyarország a bizonyíték arra, hogy be lehet tartani. Mert a schengeni szabályokat be lehet tartani, a dublini szabályokat be lehet tartani. Lehet, hogy ezeket meg akarjuk változtatni, akkor erről lehet beszélni. Megvan az eljárásrendje annak, hogy egy szabályrendszert fölfüggesszünk, vitát nyissunk egy új létrehozásáról, átmeneti szabályokat vezessünk be. Sok mindent lehet csinálni. Egy dolgot nem szabadna, ami most zajlik, hogy a jogszerűtlenség területére téved maga az Európai Unió, és a saját vezetőink nyilvánítják a korábban közösen kötött megállapodásokat egyoldalúan érvénytelnek. Miért? Ki mondta, hogy nem működik? Hol tárgyaltuk ezt ki? Hol van ebben a tagországok véleménye? Hogy akarunk kompromisszumot kötni? Tehát még egyszer mondom, amikor vezetők a jogon kívüliség állapotát természetesnek fogadják el, akkor sokat ártanak a saját közösségüknek, és aki ma ilyeneket mond, az szerintem árt az európai népek közösségének. Még egy mondat erejéig a migrációról beszéljünk, a törökökről és a görögökről. Ugye Törökország szerepét ön is említette, hogy mindenki kulcsfontosságúnak tartja. Egyrészt ugye nem hívták meg erre a brüsszeli találkozóra őket, ráadásul úgy tűnik, hogy az együttműködésért cserébe Törökország azért elég komoly árat kér majd Európától, kicsit csakmat helyzetnek tűnik. És itt van Görögország, amit nem igazán ért senki, hogy mi az oka annak, hogy ez a feddés az Európai Uniótól, ez nem érkezik meg. Nem képesek betartatni? Nem akarják? Nem tudják? Vagy miért? Ma két dolog mozgatja szerintem a menekült áramlatot.
ezt a migráns özönt, ezt a inváziót. Az egyik a biznisz, az üzlet. Tehát ma a legnagyobb felhajtó erő az nem a háború, meg a nyomor, meg a bizonytalanság, hiszen háború, nem háborús térségből is érkeznek már, a háborús térségből pedig menekültáborokba már elmentek az emberek, akik közvetlen életveszélyben ma nincsenek. Tehát közvetlen életveszélyben nem lévő emberek özönlenek be Európába. Azért van, mert az embercsempészek fölépítettek egy több tízezer embert foglalkoztató embercsempész hálózatot. Németországban becslések is napvilágot láttak annak az összegnek a nagyságrendjéről, amit egy évben megfordul, az egész világon is, és külön Európában. Ez egy óriási összeg, és ma ez az üzlet, mint a világ számos más területén is tapasztaljuk, mert az élet más területén is tapasztaljuk, az üzlet és a pénz mozgatja ezt az áramlatot. Szinte toborozzák az embereket, hogy jöjjenek. A második dolog pedig az aktivisták. Tehát van egy gondolkodásmód Amerikában és Európában, a nyugaton. Ennek kiépült aktivista hálózata van. Soros György, hogy mi magyarok is itt megemlítődjünk, benne van ebben, az ő neve fémjelzi ezt a legerősebben, akik mindent támogatnak, ami gyengíti a nemzetállamokat. Mindent támogatnak, ami a szokásos európai életformát megváltoztatja. Életmód kérdésektől a bevándorlásig. Ezek aktivisták, akik segítik a bevándorlókat, tulajdonképpen akaratlanul részévé válnak ennek az illegális nemzetközi embercsempész hálózatnak. Ez a két dolog, ez tolja fölfelé az embertömeget Európában. Közben Brüsszelben ülnek emberek, akik egyelőre tanástalanok, papírokat gyártanak és nem döntéseket hoznak, és akik között egyébként szintén nagyon sok az aktivista gondolkodású ember, nem a nemzeti felelősség, a saját nemzete iránti felelősség, Európa kulturális identitás iránti felelősség nézőpontjából tekint erre a folyamatra, hanem egészen másképpen egy ilyen elvont emberi jogi gondolkodásmód jegyében. Ennek teóriái vannak, ezeket leírták és publikálták, tehát amiről beszélek, az nem egy hagymázas dolog, hanem publikált, nagyon komoly, nagyon sokra tagsált európai baloldali filozófusok és társadalomtudósok által leírt gondolat, amely felől nézve, ami most történik, ez a bevándorlás özön, ez nem egy rossz dolog, hanem jó dolog, ami segíti őket abban, hogy egy általuk elgondolt Európa jöjjön létre. Ezt mi nem értjük, mert szemben van a józanésszel, mi egészen másképp gondolkodunk. Nehéz egy magyar embernek azt elmagyarázni, hogy ami most történik, hogy kívülről invázióval, az akaratunk ellenére megváltoztatják a kontinensünk és a mi hazánk kulturális identitás, mi a jó ebben, nem értjük, de vannak emberek, akik abból élnek, hogy erről elméleteket írnak, könyveket gyártanak, aktivistákat képeznek ki, és ezeket a világ különböző részein állomásoztatják és működtetik ennek a gondolatnak és szellemnek a jegyében. Ez ma a modern világ része. Valószínűleg azért nem értjük, mert az ember fejében az a gondolat merül fel ilyenkor, hogy miért akarná egy ország megroppantani egy stabil térségnek az erejét. De ön amerikai aktivistákról beszélt, tehát van még egy amerikai, akitől Magyarország kapott hideg zuhanyt, ez az amerikai nagykövet. Ez egy, amiről most ön kérdez engem, az egy más természetű kérdés, el kell választanom az előző kérdéstől. Az előző kérdés nem egy amerikai jelenség mindösszesen, bár erős képviselői vannak ott. Az európai jelenség is. Ez utóbbi dolog, amiről ön kérdez, ez már reálpolitika, ez már erőpolitika, ez már az érdekeknek a világ, ez már nem a szellem, nem az ideológia, nem a mit gondolunk jó és rossz társadalomnak kérdésköre, hanem mesztelen nemzeti vagy birodalmi érdek. És valóban az Egyesült Államok ma nem támogatja a bevándorlás politikának azt a válfaját, amit Magyarország képvisel, vagyis hogy a határokat ellenőrzés alatt kell tartani, és az európai kulturális identitást, ami egyébként történeti okoknál fogva, és ez nem ideológiai kérdés, hanem ténykérdés, egy keresztény kulturális identitás, hiszen ebből nőtt ki, erre épült rá, ebbe oltódott bele a felvilágosodás, ezt a fölfogást ők nem támogatják. Amerikának más elképzelései vannak a bevándorlás politikáról, ezt nyíltan el is mondta. Én meghallgattam az Egyesült Államok ENSZ nagykövetét New Yorkban a legutóbbi csúcson, amiből egyértelműen kiderült, hogy
számukra nem ellenszembes, az ő érdekeikkel nem ellentétes, sőt, hogyha Európába hirtelen több millió vagy több tízmillió bevándorló érkezik háború tépázta térségekből. Beszéljünk néhány mondatot hazai belpolitikai ügyekről. Bocsánat, még azt azért hadd tegyem hozzá, hogy miközben persze az ő érdekeikhez nem ellentétes, azért kíváncsi lennék, hogyha valaki vízum nélkül be akar jutni az Egyesült Államokba, sikerülne élve. Aligha. Vagy ha be akarna jutni dél-amerikai országokba, sikerülne, aligha. Vagy bármelyik arab országba, aligha. Tehát a világ, ma Európa lelkiismereti problémát csinál egy olyan kérdésből, amiből rajta kívül senki nem csinál lelkiismereti problémát a világon, mert mindenki számára evidens, hogy a határok azért vannak, hogy a határon belül élő emberek biztonságát garantálni lehessen. Ez a gondolat csak Európában nem élvez elsőbséget. Az Egyesült Államokban ez minden más szempontot megelőz. Ők kerítést építenek, falakat építenek, tűzparancs van. Ha mi a felét megtennénk annak, mint amit az amerikaiak tesznek, akik közben bennünket bírálnak, akkor a keresztfizet is leszednék rólunk. Ennyit a világ hipokritaságáról. Gondolom, ezt most az amerikai nagykövetnek jelezte. Nem, önnek. Válaszoltam. Beszéljünk belpolitikai ügyekről. A KSH-nak ismerjük, legfrissebb adatai foglalkoztatásról, kiskereskedelemről vannak. Elkészített egyébként nagyjából ezzel egy időben a figyelő is egy listát. A legnagyobb hazai multinacionális cégeknek a véleményét összesítette, és lényegében azokat az adatokat, amiket a KSH kiadott, megerősítették, több embert foglalkoztatnak, nagyobb a bevételük, mégis a kiskereskedelemmel ellen tétben, ők pesszimistábbak. Ön szerint mi az oka az ellentmondásnak? Leül három ember beszélni, Magyarországon négy véleményt fog képviselni, ebben történelmi folytonosságot látok inkább. A tények számítanak, a tényekről viszont nincs vita, azt mindenki elfogadja, hogy a dolgok abba az irányba haladnak, amerre menniük kell. Mindenki elfogadja, hogy a magyar reformok működnek. Mindenki elfogadja, hogy a kormánynak sikerült olyan eszközöket találni, amivel növelte a munkából élő emberek számát. Ilyen a munkahelyvédelmi akcióterv, amit majdnem 1 millió ember vesz igénybe Magyarországon. Ilyen a közfoglalkoztatás, és ilyen az adórendszer, amely ösztönözni próbálja a magyar kis- és középvállalkozókat arra, hogy minél több embert foglalkoztassanak. Ezek az eszközök működnek. Okunk is van arra, hogy ezt az elismerés hangján mondjuk el, kellő szerénységgel persze, hiszen a rendszerváltás óta nem dolgozott annyi ember, mint most Magyarországon. Jóval 4 millió dolgozó ember fölött vagyunk, majdnem 4 millió 300 ezernél vagyunk már. És a tendencia növekvő. Én azonban nem ülnék a babérjainkon, hanem keresem azokat az újabb és újabb eszközöket, hogy még legalább 500 000 embernek munkát tudjunk adni a következő években. Emlékezhet rá, hogy 10 év alatt 1 millió munkahelyet ígértünk Magyarországon. Ha ebbe az irányba haladunk, én keresem a módját annak, hogy a kis- és középvállalkozások arra vonatkozó adórendszer módosításaival, az adóeljárás egyszerűsítésével, a munkaadókkal, különösen a magyar vállalkozókkal kötött megállapodás keretében, a bérhelyzet javításával, vagy éppen a lakásépítésnek újabb és újabb impulzusaival, hogyan tudunk még újabb és újabb munkahelyeket létrehozni. Ebben van a jövőnk. Magyarországon most már teret nyert az a gondolkodás, hogy valami nincsen semmiért. Valamiért van. Tehát mindenkinek kell tenni valamit azért, hogy boldogulhasson. A kormány nem tudja megváltani és elrendezni az emberek életét, de esélyeket, lehetőségeket tud teremteni. Hogyha valaki tesz valamit, akkor valamire juthat is. Ez a politika, ez a gondolkodásmód ma a támogatottságot élvez Magyarországon. Nagyon pici időnk maradt egy utolsó témára. Tavaly júliusban arról beszélt Gödöllön a Magosznak a küldöttgyűlésén, hogy meg kell változtatni a birtokszerkezeteket Magyarországon 8-20%-os arányba a nagy és a kis birtok javára. Na most ezzel az állami földek eladásánál talán az egyik legtöbbet támadott, vagy most talán a legtöbbet támadott az ellenzék részéről. Haveroknak földosztás, hogy néhány gondolatot idézzek abból, vagy mondatot, amit kapnak. Igen, az állami földek eladása miatt. Helyes, hogy ezt nem nevezik gondolatnak, mert ezek szimpla hazugságok és gyalázkodások, nem érdemesek arra, hogy a gondolat minőséget adjuk nekik. Nem, hát arról van szó, hogy Magyarországon a törvények egyértelműek.
egy személynek maximum 300 hektár földje lehet. És miután most az állami földeket nyílt, átlátható árveréseken a gazdákhoz fogjuk juttatni, a gazdák közül is csak azok vásárolhatnak, akik maguk is gazdák, földművesek, nem laknak távolabb, mint 20 kilométer az árverése bocsátott földtől, és nincs több földjük, mint 300 hektár. 300 hektárnál több földje egy magánszemélynek Magyarországon nem lehet. Ezt a parlament által kétharmaddal elfogadott törvény világosan rögzíti, és ez a mostani árveréseknél az egyik legfontosabb szabály. Én nem látok más megoldást hosszabb távon a magyar földügyében, amit egyébként szuverenitás kérdésnek tekintek, éppen úgy, mint a bevándorlás kérdését, mint hogy akkor vagyunk biztonságban, hogyha a gazdáknál van a föld, meg kell akadályozni az Európai Unió szabályok tiszteletben tartása mellett, ami nem kis bravúr, hogy külföldiek szerezzék meg a magyar termőföldet. Emlékezzünk rá, hogy ha az a politika folytatódott volna, mint amit a szocialisták folytattak, akkor a zsebszerződések révén már fél vagy az egész Dunántúl a külföldiek kezén lenne. Vannak országok, ahol egyébként a külföldiek nagyon nagy arányú termőföld tulajdonnal rendelkeznek. Mi nem szeretnénk, ha Magyarország ilyen ország lenne. Nem azért, mert bajunk van a külföldiekkel, hanem azért, mert vannak magyar gazdák, vannak magyar hagyományok, vannak magyar családok, akik értenek a gazdálkodáshoz, mindig is jól kezelték a birtokok kérdését Magyarországon, alkalmasak arra, hogy a földből éljenek meg, és 100 000 szám tudunk embereknek egzisztenciát nyújtani, ha van lehetőségük van arra, hogy termőföldhöz jussanak. Tehát a magyar érdekeket védjük, amikor ezt a gazdapolitikát folytatjuk. Szerintem ez összességében nemzetgazdasági szinten is Magyarország érdekét szolgálja. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották. Társadalmi célú reklám.